Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Látószög magyar nyelvű magazin műsorunkat látják. Nézzük, mit kínálunk önöknek mai adásunkban. Átadták a romáknak épült bérlakásokat Füleken. Vállalkozásfejlesztés Rimaszombatban. Ismerjük meg egymást, a magyar kultúra napjai. Mintegy 50 kérvényező közül választották ki azt a 12 családot, aki beköltözhetett az EU-s támogatásból roma családok részére épített bérlakásokba Füleken. A beköltözőknek szigorú feltételeknek kellett eleget tenniük ahhoz, hogy birtokba vehessék az új lakásokat. A polgármester tervei szerint a jövőben tovább bővítik a cigányság felzárkóztatását célzó programot a városban. Átadták a mintegy 650 ezer euró EU támogatásból roma családok részére épített bérlakásokat Füleken. A 12 családnak szigorú feltételeknek kellett eleget tennie ahhoz, hogy birtokba vehesse új lakását. Csak romák igényelhették. Csak olyanok, akik rendezett családi életet élnek, nem tartoznak a városnak. Az igénylőnek legalább egy éve munkaviszonyban kellett lennie. Végül azt is vizsgálták, képes lesz rendszeresen fizetni a lakbért. A Földművelésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium pályázati felhívásából két ilyen bérház épült Szlovákiában. Azt szeretnénk bizonyítani, hogy a helyi hátrányos helyzetű roma családok is meg tudják becsülni azt a városi vagyont, amit a rendelkezésükre bocsájtunk. Ezen keresztül is példát lehet mutatni, hogy igenis a roma közösségnek is vannak felelős tagjai, vannak olyan fiatalok, akik dolgoznak, a gyerekeiket példaszerűen járatják iskolába, és ők szintén megérdemlik az állam és a város gondoskodását. Mintegy 50 kérvényező közül választották ki a legmegfelelőbbeket. Most hál' Istennek olyan emberek fognak lakásokat kapni, akik dolgoznak, akik becsületesen járnak munkába, van fizetésük, és megpróbálnak tényleg úgy élni, mint ahogy hozzájuk méltó a romákhoz, hogy bemutassák azt, hogy igenis tudnak ők is vigyázni a lakásokra, amiket kaptak, és ők is megérdemlik. Bari Mária 30 évig lakott előző lakásában, de már nagyon várta az új lakását. Nagyon örülök a új lakásnak, hogy megkaptam. Köszönöm a elnök úrnak, hogy mégis gondolta idősekre is, nem csak a fiatalokra. Úgyhogy nagyon vártam. Ha rendesen van fizetve minden, akkor semmi probléma. És vigyázni kell a lakásra, hogy ne tegyük tönkre. A program célja nem pusztán a szociális lakásépítés, hanem a szegregált környezetből kitörni szándékozó romáknak való segítségnyújtás. A polgármester elmondta, tovább szeretnék bővíteni a cigányság felzárkóztatását célzó programjukat. A 11 ezer lakosú Füleknek több mint 30%-a roma származású. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Rimaszombatban is irodát nyitott. Hálózat épül, amelynél 8 országban 22 tanácsadói ponttal számolnak. Az irodákban naprakész információkkal segítik majd a vállalkozókat. Az elsődleges cél az export növelése. A rimaszombati járásban 30% körüli a munkanélküliség. Az országban évek óta itt van a legtöbb állástalan. Vannak, akik még soha sehol nem dolgoztak. A régióban valóban nehéz munkát találni. A tejgyár és a konzervgyár átalakult, jóval kevesebb embert alkalmaz, mint régen. Bezárt a dohánygyár és a malom. A sörgyár és a cukorgyár szintén a múlté. Ez utóbbinak a kéménye tavaly ilyenkor még a látkép része volt. Májusban bontották le, üzletközpont épült a helyén. A legnagyobb gondot én abban látom, hogy ez valamikor ez többé-kevésbé mezőgazdasági terület volt, és az megszűnt. 30 évvel ezelőtt még volt az embereknek jövőképe, ma a többség csak túlél, mondják balogék. Annyian jártak a falukról is ide dolgozni, azt akkor most egyszerűen nincsen semmi. Akarnak dolgozni, mondjuk el kell menni külföldre, vagy más régióba dolgozni, Pozsony környékére meg így. A szakemberek szerint viszont vannak lehetőségek a régióban. A Magyar Nemzeti Kereskedőház feladatai között olyan programok előkészítése és lebonyolítása szerepel, amelyek alkalmat teremtenek a magyar és a szlovák cégek közötti kapcsolatfelvételre. Naprakész információkkal segítik a vállalkozókat, legyen szó cégalapításról, vámszabályozásról vagy adózásról, hangzott el az irodanyítással egybekötött fórumon. Miután hálózatról beszélünk, az azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőházról bekerülnek a
az információk, tehát a felajánlások, legyen az termékszolgáltatás, innováció, bármi, ez bekerül a kereskedőházhoz, és ott a 8 ország irodái között tájékozódni tudnak, hogy esetleg arra a termékre, arra a szolgáltatásra hol van szükség. A kis- és középvállalkozóknak tematikus üzleti találkozókat is szerveznek majd. A program azért is fontos, mivel ez az utolsó időszak, amikor Európai Uniós vállalkozásfejlesztési forrásokat lehet lehívni. Elfelejtett régióról van szó. Így az, ami elsőre hátránynak látszik, az meglátásom szerint könnyen előnyre is fordulhat. Gondolok itt erre az olcsó munkaerőre, a viszonylag elérhető, könnyen elérhető ingatlanokra, ipari parkokra, az olcsó befektetési lehetőségekre. A hálózatépítéssel Magyarország a gazdasági feltételek javításával a külhoni magyarság megmaradását is támogatja. A kitörési pontok megtalálása Szlovákiában segíthet az északi és a magyar lakta déli régiók közötti különbségek csökkentésében. Egy olyan periférián lévő régióról beszélgetünk, amelyiknek a természetes partnere a határ túlsó oldalán van. Ettől függetlenül egy közös európai házban még mindig területrendezési terveinket a határig szoktuk nézni, és ez szerintem hibás lépés. Magyarországnak egyébként Németország és Ausztria után már most is Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere. A két ország közötti áruforgalom tavaly meghaladta a 8,4 milliárd eurót. A Magyar Nemzeti Kereskedőháznak Szlovákiában 7 képviselete nyílik. 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a Magyar Kultúra Napját. Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. A jeles eseményről számos helyszínen, Magyarországon és határon túl közös versmondással, kiállításokkal, koncertekkel és előadásokkal emlékeznek. Ez alól Fülek sem volt kivétel. Füleken idén a megszokottól eltérően emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról. Ismerjük meg egymást címmel szervezett rendezvénysorozatot a Füleki Városi Művelődési Központ. Minden évben megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját a Csemadok rendezésében, és most megpróbáltuk ugyancsak a Csemadokkal együttműködve és más szervezetekkel is együttműködve egy egyhetesre bővíteni ezt a rendezvénysorozatot, amelyben természetesen megmarad a Magyar Kultúra Napja is, és még hozzá műsorokat szervezünk, de mindezt egy új felfogásban, hogy igazából ezek a rendezvények megszólítsák a szlovák közönséget is, hogy ők is közelebb kerüljenek a magyar kultúrához. A műsorblokk január 15-én a Losonczy Timrava Színház Madách Imre és Fráter Erzsi életét, szerelmét bemutató színdarabbal vette kezdetét. Ezt követte a Táncház, melyen a Fülaki Kisrakonca és Jánosik gyermeknéptánc együttesek közreműködésével magyar és szlovák táncokat tanulhattak a gyerekek. Utána január 1-től a Jánosék és a Kis Jánosék gyerek néptánc együttes is betagolódott a Városi Művelődési Központ égisze alá, hogy egyfajta útkeresés gyanánt próbáljunk olyan közös rendezvényeket csinálni, amely egyrészt a táncosokat, másrészt pedig ezt a két kultúrát, amely nagyon is egytőről fakad, közel hozza egymáshoz. Január 22-én Szvorák Katalin Kudlik Júliával közösen mutatta be Szeretettel című lemezét. Népi és egyházi énekek, idézetek, fohászok, egyházi és világi gondolatok harmóniájának lehettek fül- és szemtanúi a rendezvény résztvevői. A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek örülnek. Erdők, mezők bízüldülnek, a madarak zengedeznek. Kisütött a nap sugárja, az én rózsám ablakjára. Tündöklik gyémánt orcája, ragyog szép csillag módjára. Az imádságnak, a fohásznak a megtartó ereje nekünk, a közösségnek és a Csemadok Füleki Alapszervezetének is nagyon fontos. A találkozásnak is megtartó ereje van.
a himnusz, a magyar kultúra, a zene, a népdal ereje az, ami segíthet nekünk túlélni, segíthet nekünk megélni, és segíthet nekünk a jövőbe belekapaszkodni. Az előadók felhívták a figyelmet a mindennapok nehézségeire, a családok szétesésére, az elmagányosodó társadalomban növekvő szeretetiség érzetére is. Ám nem feledkeztek meg az evangéliumot tartalmazó reménykeltő örömüzenetekről sem. Látom azt, hogy a végén senki nem úgy megy el, mint ahogy bejött. És van olyan, aki még nem tudja magáról, hogy történt vele valami, lehet, hogy csak 3 nap múlva, és otthon jön majd erre rá, de ezt látni és ezt érezni, ez valami olyan hihetetlen ajándék, vagy nem is hiszem, hogy előadó művészek többet kaphatnak ennél, mint hogy látom azt a közvetlen reakciót, ahogy megváltoznak az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez az egy óra egyfajta agymosás. Ilyenkor az ember, mi magunk is átalakulunk, de az emberek is jó eső érzéssel mennek haza, egészen másképpen távoznak, mint ahogy jöttek az előadásunkra. És az egy külön öröm volt, hogy ma pont a Magyar Kultúra napján Füleken énekeletek, abban a városban, ahonnan én elszármaztam 37 éve. És az is egy jó érzés, hogy az elmúlt években mindig határon túli magyar területeken énekelhettem. Ezeken a helyeken, a határon túli magyar területeken egész más fülekkel hallgatják az emberek a dalokat és a szövegeket is. A rendezvénysorozat záró akkordja a január 24-i újévi operettgála volt, melyen Pitti Katalin ismert magyarországi művészekkel szórakoztatta a füleki közönséget. Több év kihagyás után újra megszervezték Füleken a városbálját. A korábban hagyományosan megszervezett rendezvény idei első évfolyamát nagy érdeklődés övezte. Pedagógusok, önkormányzati képviselők, vállalatvezetők mulattak együtt a báli szezonnyitó eseményén. Idén több év kihagyás után újra megszervezték Füleken a városbálját. Az 1990-es évek végétől 2010-ig rendszeresen megrendezték az eseményt, így az idei első évfolyam bizonyos értelemben visszatalálás a hagyományokhoz. De minthogy egy megújuló rendezvényről van szó, átnevezték, igazodva a nagyobb városok hagyományaihoz, így a Fülekváros bája elnevezést kapta. A rendezvénynek a Városi Művelődési Központ adott otthont. Ezzel a bállal elindult a báli szezon nálunk, és nagyon sűrű lesz a program, mert szinte minden hétvégén szombaton foglalt lesz a Városi Művelődési Központ, folyamatosan bálokat szerveznek a fülekiek. Az időpont sem véletlen, hisz a városban mindig a polgármester bálya nyitotta meg a báli szezont. Idén sem volt ez másképp. Nagyon fontos az, hogy ilyen kötetlen formában is tudjunk találkozni, ne csak a városvezetés és a városi intézmények igazgatói, hanem hogy sokan elfogadtak meghívásunkat a helyi vállalkozói szférából is, és a helyi 4 legnagyobb ipari létesítmény közül 3 küldtek képviselőket, és legmagasabb szintről. Én azt várom elsősorban ettől a mai estétől, hogy mélyítsük el a kapcsolatokat, és remélhetőleg ezekből a kapcsolatokból a jövőre nézve majd egy szinergia kifejtésével újra elindulhat a város közös fejlesztése, előbrevitele. Az est fényét nem csak a kötetlen beszélgetések, de a Big Band zenekar által szolgáltatott kiváló zene, a HM Catering finom étkei és az ízletes italok is emelték, így garantált volt a jó hangulat. Szezonban 1, maximum 2 bálon szoktunk részt venni. Ez a Fülek város bálja, ez kifejezetten a szívügyenként kezeltem, úgyhogy mindenképpen úgy éreztem, hogy itt a helyem. Kifejezetten jól érezzük magunkat. A társaság is kifejezetten tetszik, a zene is tökéletes szerintem. Reméljük, nem ez lesz az utolsó ebben a szezonban. Az est sztár vendégei a Losonci Dancetek tánccsoport 2 párosa, illetve Bősi Szabó László nótaénekes voltak, akik előadásaikkal színesítették a programot. Szerencsére a helyi vállalkozók sem fukarkodtak, számos értékes tombola díjjal támogatták az estet. Átadták a romáknak épült bérlakásokat Füleken. Vállalkozásfejlesztés rima szombatban. Ismerjük meg egymást, a Magyar Kultúra napjai. Idén újra volt polgármester bál Füleken. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb is várom önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!